Ezek az egyenruhás fiatalok még nem rendőrök, de éppen a szakma felé kacsintgatnak. Középiskolás diákok, akiket beválogattak az immár hetedik alkalommal megszervezett Lehetséges küldetés nevű nyári táborba. A kolozsvári Septimium Ureșan rendőriskola és az etnokulturális kisebbségek forrásközpontja közös szervezésében zajló tábor célja megismertetni és megszerettetni a fiatalokkal a szakmát. Éppen ezért az elméleti bemutatók mellett a táborban nagy hangsúlyt fektettek a gyakorlatra is. Itt éppen a bilincsfeltevést gyakorolják több-kevesebb sikerrel, itt meg az új lenyomat helyes levételét tanítja nekik egy kriminalista. Vom rula într-o singură direcție, de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, niciodată nu vom reveni. Kiskorom óta az az álmom, hogy rendőrnő lehessek, épp azért is jöttem el ebbe a táborba, hogy több tapasztalatot szerezhessek. Nagyon sok tevékenységekben volt részem, és meg vagyok győződve, hogy ezt a pályát szeretném folytatni. Nagyon megfogott ez, hogy emberek közt lehetek és segíthetek rajtuk, és hogy védhetem a környezetüket, és hogy ezáltal segíthetek rajtuk. Hát leginkább a maszkosok érdekelnek, tehát a titkos szolgálat, és ez az inkább az akció, az adrenalin. Az idei táborba az ország 7 megyéjéből válogattak ki magyar ajkú diákokat, egyúttal azt is kiemelve, hogy Romániában magyarul beszélő rendőrökre is szükség van, sőt, mi több, mind a rendőriskolában, mind a bukaresti rendőrakadémián elkülönített helyek állnak rendelkezésükre. Úgy a bukaresti rendőrakadémián, mind a Zaltis képző iskolákban vannak elkülönített helyek kisebbségiek számára. A rendszer egy picit előnyösebb a rendőrakadémián, mert ott körülbelül összesen 10%-nyi hely van elkülönítve összességében a kisebbségek számára, ráadásul külön vannak helyek magyarok számára, külön romák számára, és van egy külön kategória egyéb kisebbségek, és ez úgy nagyjából tükrözi a lakosság levő részarányukat ezeknek a kisebbségeknek. Az Altis képző iskolában is vannak elkülönített helyek, de ott nem ennyire matematikailag pontos. Ott például Kolozsváron 7 hely van elkülönítve a romák számára, és 3 hely minden egyéb kisebbség számára, köztük a magyarokéra is. Ádám Gábor, a tábor egyik szervezője azt is elmondta, hogy az előző 7 év táborainak szép eredménye lett, hiszen az egykori táborozók közül már többen is elvégezték, vagy éppen végzik a rendőriskolát, rendőrakadémiát, tehát tisztek vagy altisztek lettek a diákokból. Körülbelül 10 ilyen diákról tudunk, a legérdekesebb esetek, azok Bukarestben a rendőrakadémián vannak, van egy Maros megyei lány és egy Hargita megyei fiú, akik évfolyamtársak, különböző években voltak a táborban, de most mind a ketten akadémiai hallgatók. Másrészt most pénteken volt úgy Kolozsváron, mint Kömpinán a rendőriskolában eskületétel végzett egy évfolyam. Itt Kolozsváron egy Bihar megyei lány végzett, aki 2 évvel ezelőtt volt táborlakó, és Kömpinán pedig egy baróti fiú, aki 2014-ben volt táborlakó. Ezek a fiatalok is erről álmodnak, hogy egyszer majd véglegesen az övék lesz ez a most csak kölcsön kapott egyenruha. Azért jöttem, hogy lássam én a rendőri élet, s a titkai nagyjából, hogy mi és hogy. Hát inkább az, hogy segíthetek másokon, hogy eléggé fontos munkánk van a szociális életbe, és hogy rendőrök nélkül eléggé rossz lenne az élet. Azért jöttem, mert már kicsikorom óta szeretnék rendőr lenni, nagyon vonz ez az egész, úgy érzem, hogy ez fix nekem megfelelő, sportos vagyok, karatézom, ilyen, szeretem az ilyen fűs dolgokat, szóval remélem, hogy a jövőben azért sikerülni fog, és tényleg szeretném, ezt komolyan gondolom ezt az egészet, és szeretnék rendőr lenni. Megtanítottak, hogy kell összeszerelni, és hogy kell lőni. És még ami tetszett, az ma a bilincs felrakás volt. Megtanítottak egy
különböző taktikákat. Nekem most utoljára tetszettek ezek, ahol lőttünk, meg a bilincselés, az ilyen kriminális dolgok. A lehetséges küldetés nevű nyári tábor idén is sikerrel zárult. A fiatalok életre szóló élményekkel és életre szóló barátságokkal távoztak Kolozsvárról.